Már 2017-ben megfogalmazódott egy innovációs központ ötlete, mondta a hétfői megállapodás aláírásán az intézmény egyik kitalálója. Ugyanis sok olyan cég van a megyében, Pécsen, amelyik olyan terméket, szolgáltatást visz, amelyik innovatív. Azonban sokan nem tudnak erről, még a gazdasági szereplők közül sem mindenki. Hogy fogjunk össze, hogyha nem látjuk egymást, és azért úgy gondoltuk, hogy jó lenne egy olyan fizikai tér, ahova ezeket a termékeket, szolgáltatásokat és cégeket, valamint tudományos területnek a fejlesztéseit is összehoznánk. Ezt bemutathatóvá tennénk egymás számára is. Hiába foglalkozik külön osztály az egyetemen születő innovációk, eredmények, felfedezések kezelésével, a PTE is szívesen csatlakozott a kezdeményezéshez. Csak korlátozott mértékben tudjuk elérni azokat az ipari és szolgáltatóipari szereplőket, akik a városban, megyében és a régióban vannak, esetleg a régión túl határokon is, és én nagyon bízom benne, hogy ez a most születő központ ezt a célt fogja szolgálni. Már a fizikai helyét is megtalálták a most megalakuló központnak. Az innovációs központot a Mohácsi út végén az Alexandra irodaházban tervezzük megnyitni. 100 négyzetméter fog rendelkezésre állni erre a célra, és nyilván hibrid módon lesz, amit fizikailag fogunk megmutatni a fejlesztések közül, lesz, amit virtuálisan. Jelentkezni lehet ebbe a központba egyébként, de mindenképpen lesz bírálva, hogy kik lesznek azok, mivel mind a hely, mind a lehetőségek ilyen módon korlátozottak. De a központ is keresi majd az innovatív cégeket, vállalkozásokat. Ez a központ a megye gazdaságára is jó hatással lesz, mondja a megyei önkormányzat elnöke. Én azért tartom ezt kiemelten fontosnak, mert ha komolyan vesszük, azt már pedig komolyan vesszük, hogy a következő években a legfontosabb feladatunk a helyi gazdaságnak az élénkítése. Meggyőződésem, hogy ebből az egyik legfontosabb szeletet, a már most is itt működő hazai, magyar, baranyai, pécsi, Pécs környéki tulajdonú helyi innovatív, 21. századi technológiákat alkalmazó kis- és középvállalkozások megerősítésén keresztül vezet el ide az út. Az alapítók közül az egyetem és a megyei önkormányzat összesen 10 millió forinttal járult hozzá a központ megnyitásához. A megyei iparkamara a szakmai tartalmat adja, de az egyetem is hozzájárul ehhez, mint a megye legjelentősebb innovációs szereplője.